Csontit tűznek, halat fognak. Izgalmasan indul a nap ebben a nyíregyházi gyerektáborban. Csordás Bence már gimnazistaként megszerette ezt a közeget. A tanárnak készülő fiatalember azt mondja, ha vége a vizsgaidőszaknak, akkor őt biztosan megtalálhatják az ósuliban. 5 éve minden nyáron itt dolgozik diákmunkásként. Nagyon vegyes, több évben parasztudvart vagy majmozó köröket vezettem, idén pecázom. Sokkal jobb, mint szerintem a legtöbb nyári munka ebben a környezetben, a gyerekekkel, az állatokkal. Ennél jobbat kitalálni sem tudnék. Képzeljétek el, gyerekek, ez az állatkertnek a legnagyobb medencéje, ami 500 000 liter tartalmaz. Hanna munkája is nagyon változatos. Az ő terepe az óceánárium. 16 éves kora óta vállal különböző diákmunkákat, de mindközül ez a mostani a leghálásabb nyári munkája. Most vagyok itt elő első évemben az ósuliban, mint nevelő. Előtte már több évig is voltam itt, mint kis táborozó, és mindig nagyon élveztem, és most azért vagyok itt, hogy próbáljam meg azt az élményt és szeretetet átadni a gyerekeknek, amit én kaptam akkor még táborozóként. A nyári diákmunkaprogram idén is sikeresen startolt. Ezt bizonyítja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rendelkezésre álló mintegy 500 000 milliárd forintos keret nagy részét július 1-től már lekötötték a fiatalok foglalkoztatására pályázó önkormányzatok és cégek. 2013 óta minden évben az önkormányzati diákmunka dominál. Idén azonban főként az újrainduló turizmus-vendéglátás ágazatban jelent kézzelfogható segítséget a program. Azt tapasztaljuk, azok a visszajelzések, hogy a vendéglátásban, szállásadásban, turizmusban nemhogy szakemberhiány, hanem egyáltalán munkaerőhiány lépett föl. Ezért is nagyon jókor jött ez a program, hiszen pont mind a mezőgazdaságban, mind a vendéglátás, szállásadás, turizmusban pont egy olyan időszak van, a csúcsszezon van, amikor a munkaerőigény nagyon fontos, és összekapcsoljuk a 16-25 év közötti fiataloknak a munkahelykeresésével, munkatapasztalat szerzésével, így azt gondolom ez a program nagyon jókor jött, különösen a nehéz helyzetbe került vendéglátás turizmus szektornak. Az erre jogosult önkormányzatok napi 6 órában munkaviszonyban foglalkoztatják a diákokat, bérüket pedig 100%-ban állja az állam. A vállalati szférában akár napi 8 órában is dolgozhatnak a fiatalok, a cégek 75%-os támogatást kapnak a programban résztvevők bérére. Tavaly Szabolcs-Szatmár-Berekben mintegy 488 millió forintos keretből támogatták a diákok foglalkoztatását, akkor 4656 diákot vontak be a programba.